estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk az élelmiszerbiztonság, vendégem pedig a Fejér megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának vezetője, megyei főállatorvos Szibert Gergely. Nos, egy rövid idézet: 2020. október 1-től az Agrárminisztérium szervezetében közvetlen miniszteri irányítás alá kerül az országos főállatorvos, és így a teljes élelmiszerlánc felügyelet. A szervezeti változás hozzájárul ahhoz, szól a közlemény, hogy Magyarországon még hangsúlyosabbá váljon ez a lakosság és a nemzetgazdaság szempontjából is meghatározó terület. Az élelmiszerlánc biztonság szakmai irányításáért dr. Bognár Lajos országos főállatorvos felel a jövőben, és még hozzátette, Nagy István agrárminiszter kiemelte, az élelmiszerlánc biztonság azon területek egyik, amely mindenkit érint. Nos, hát erről kell, hogy beszélgessünk, illetve több információt kapjunk. Miként érinti ez a megyéket, miként érinti általában az élelmiszerbiztonságot ez a döntés? Hát a hatóságunk szakmai felügyeletét ugye az Agrárminisztérium látja el. Biztos, hogy ezzel így az élelmiszerlánc még nagyobb fókuszba kerül. Ugye szakmánk láncszemlélete 2008-ban törvényi megerősítést is kapott, ugye az élelmiszerlánc törvény azóta hatályos. Gondolom mindenki hallotta már ezt a termőföldtől az asztalig szlogent, vagy a vellától a villáig, és ezzel még inkább hangsúlyosabbá válik az, hogy a termőföldtől egészen a fogyasztóig végigkövethessük, és egy láncban gondolkozzunk. A Fejér megyei kormányhivatalban is tulajdonképpen egy főosztály alá tartozik ez a terület, mert az a főosztály, amelyet én vezetek, 4 osztállyal rendelkezik. Többek között ugye, hogy végigmenjünk a termőföld részéért, a vetőmag felügyelet, illetve a növény- és talajvédelem felel, utána az állategészségügyért, illetve az élelmiszer előállításért, forgalmazásért, pedig a növény- és talajvédelemmel közösen az élelmiszerlánc felügyeleti főosztály. Ugye azzal, hogy most Nagy István személyes irányítása alá került ez a történet, nagyon-nagyon fontos, hiszen ez nemzetgazdasági érdek. De hogy épül fel egyébként az élelmiszerlánc biztonság, hiszen ehhez kellenek eszközök ahhoz, hogy megóvják és ellenőrizzék, hogy mi kerül az asztalra a szántóföldtől. Így van, hát így a megyei hatóságunk a kormányhivatal alá tartozik, amely kormányhivatal biztosítja azokat a feltételeket, hogy a szakembereink ki tudjanak menni ellenőrizni, illetve engedélyezni, ugyanis hatóságunk nem csak ellenőriz, hanem engedélyezi azokat a magyar vállalkozásokat, amelyek az élelmiszerláncban kívánnak tevékenykedni. El kell jutnunk a termőföldekre, de el kell jutnunk az előállítókhoz, az állattartókhoz, illetve a forgalmazó egységekhez is. Ennek a szakmai felügyeletét pedig az Agrárminisztérium látja el. Ugye stratégiai jelentőségű történet, hiszen itt a koronavírus járványnál is bebizonyosodott, hogy jó néhány olyan ország került bajba, ahol ezt annak idején nem vették komolyan. Nálunk ennek múltja van, jelene, és természetesen ilyen értelemben olyan jövője, amely mindenki számára biztonságot ad. Egy kicsit vegyük sorba, hogy mi mindent kell tenniük, hiszen mi a teljességet éljük meg, amikor bemegyünk a boltba és vásárolunk valamit. De hát ennek előzménye van, ahogy már az imént is elmondtuk, a termőföldtől. Hogy kezdődik az élelmiszerbiztonság vizsgálata az élelmiszerláncban a termőföldtől? Hát, hogyha ide megyünk vissza, akkor ugye a talajvédelmi szakemberek a Fejér megye talajbiztonságáért felelnek, vizsgálják azokat az eljárásokat, amelyek a gazdák alkalmaznak, hogy az a jogszabályoknak és az élelmiszerbiztonságnak megfeleljen. A vetőmagfelügyelet felel azért, hogy az elvetett mag az engedélyeknek, illetve
az előírásoknak megfelelő legyen, olyan helyről szerezzék be a gazdák, amelyek ellenőrzöttek, mert így biztonsággal GMO-mentes termékeket lehet termeszteni. Utána ugye a növényvédelmi szakemberek ellenőrzik azt, hogy a növény fejlődése során minden megfelelő volt-e. Ugye innentől tulajdonképpen két útra válik a növény. Az egyik megy az állattenyésztés felé úgymond takarmányként, a másik pedig közvetlenül kerülhet zöldség-gyümölcs formájában a forgalmazó egységekbe. A takarmány felügyeletet már az Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakemberei végzik, amelyek egy része a főosztályhoz, más része pedig a járásokhoz tartoznak. A takarmány kerül ugye az állatokhoz, amelyért pedig az állategészségügyi szakemberek felelnek, és az állatok pedig ugye vagy közvetlenül termékeket termelnek, gondoljunk itt a tejre, vagy ugye a húsuk formájában levágásra kerülnek. Itt ezek az előállító helyek szigorú ellenőrzés alá esnek, úgynevezett állati eredetű élelmiszer előállító helyeknek hívjuk. Itt minden évben minimum 6 ellenőrzést végeznek a szakemberek, de ha fontos, vagy valamilyen kockázati tényező ezt előírja, akkor több ellenőrzést végeznek, és az előállítókból, az előállítóktól kerül a fogyasztó által is elérhető helyre, a forgalmazó helyekre az élelmiszer. A forgalmazó helyekről beszélünk, egy kicsit menjünk vissza a GMO-hoz, hiszen a GMO-mentesség egy kritikus kérdés Európában és a világon is. Ezt hogy tudják ellenőrizni? Nagyon is jól tudjuk, hogy ma már Magyarországon nincs GMO, de ennek ellenére azért tudjuk, hogy Martonvásáron viszont, illetve még egy helyen remek vetőmagokat termelnek, de hogy lehet ellenőrizni, hiszen ez óvatatlan is kulcskérdés. Hát erre megvannak a laborvizsgálatok, amelyekkel a vetőmagfelügyelet, illetve a kikelő növénynél a növény laboratóriumok meg tudják állapítani, hogyha valamelyik gazda vétett a jelenlegi jogi szabályok ellen. Illetve még a növénytermesztésről annyit, hogy korántsem mindegy, hogy mivel permeteznek, milyen növényvédőszereket használnak, ezt szintén folyamatosan vizsgálják? Természetesen ugye a gazdáknak úgynevezett permetezési naplót is vezetniük kell, ami azt jelenti, hogy nem csak az adott pillanatban tudják ellenőrizni a szakemberek, hanem az egész évre visszamenőleg, hogy mit és hogyan permetezett a gazda, de hát természetesen erre is vannak laborvizsgálatok, amelyekkel vizsgáljuk azt, hogy nem vétette valaki a törvények rendeletek ellen. És akkor most megérkeztünk az átlagos állampolgárt leginkább érintő kérdéshez, nyilván az élelmiszerlánc biztonság vége, hogy mi kerül a boltokba és mit vásárolnak meg az állampolgárok. Én azt gondolom, hogy az emberek többsége általában akkor értesül az ellenőrzésekről, amikor kiemelt célellenőrzésekről számolunk be, pedig ez ugye egész esztendőben folyik. Természetesen egész esztendőben úgynevezett kockázatbecslés alapján tervezett ellenőrzéseket folytatunk. Ez azt jelenti, hogy azért bele kell gondolni, hogy csak Fejér megyében, ha az élelmiszer előállítást és a forgalmazást nézem, akkor is több mint 6000 ellenőrizendő egység van. És ez azt jelenti, hogy nem mindegyikre mindig tudunk odafigyelni, ezért kell az, hogy kockázatbecslés alapján végezzük az ellenőrzéseket. Minden év elején megtervezzük azt az ellenőrzési sort, amely több mint 1000 ellenőrzésből áll, hogy mit is fogunk megnézni. Ezen felül vannak az úgynevezett 3 kiemelt időszak, amiről ön is említést tett, a tavaszi, a nyári és a karácsonyi ellenőrzések, és ezt fejelik meg azok az állampolgári bejelentések, amikor valami nem megfelelőség miatt
a fogyasztók bejelentést tesznek, vagy amit tapasztalnak a forgalmazó egységekben, vagy mondjuk egy csomagolt élelmiszer esetén a kibontás után tapasztalják, akkor mi ezeknek a dolgoknak mindenképpen utána megyünk. Tehát ez rendkívül fontos és széles körű mindenképpen. Beszéljünk azokról az állatbetegségekről, amelyet főállatorvosként is gyakorta tapasztal, hiszen az afrikai sertéspest is, a madárinfluenza és a többi sajnos hazánkat is eléri rendszeresen, most már teszem hozzá. Hogyan sikerül ennek gátat szabni, mi mindent kell tenni a felismerésükért, illetve a megszüntetésért? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a járványügy az állatorvosok életében az egyik legfontosabb tantárgy, államvizsga tantárgy, tehát hogy aki ezt nem ismeri, abból nem lesz ma Magyarországon állatorvos. Ez azért is nagyon fontos, mert az állatorvosok a gazdákkal, illetve vadbetegségek esetén a vadászokkal együtt nagyon sokat tehetnek a fogyasztók biztonságáért, illetve az agrárgazdaságért. Említette itt az afrikai sertéspest is, amely egy gyógyíthatatlan betegsége a vaddisznó, illetve a házi sertés állománynak. Ebben a szempontból nagyon fontos az, hogy a terjedését megállítsuk, illetve lelassítsuk. Ezt a vadászokkal közösen úgynevezett célzott és erőltetett kilövésekkel érjük el. Hál' Istennek a vírus terjedése lassult, de folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan ellenőrizzük is a kilőtt vaddisznókat, és nagyon fontos dolog az, hogy a házi sertés állományainkba ne jelenjen meg ez a betegség, mert az amellett, hogy a házi sertéseket is ebben az esetben akkor le kell ölni, emellett súlyos gazdasági kárral járhat. Ez a betegség nem fenyegeti az embert, tehát ez egy olyan betegség, amely csak és kizárólag a házi disznót és a vaddisznót érinti, de hát fontos az, hogy a magyar emberek asztalára a magyar sertések jussanak, ehhez viszont biztonságban kell tudni a házi sertés állományainkat. Nagyon sokat tettek azért is, hogy a madárinfluenzát időben felismerjék. Én azt gondolom, ez egy kicsit nehezebb helyzet, mert hogy ugye a terjedése az meghatározott, tehát a levegőben és a vadmadarak által is terjed. Ezt hogy sikerül? Tehát megelőzésről nem beszélhetünk, de a felismerés az fontos, hogy időben történjék. Hát én azt gondolom, hogy a megelőzésről is beszélnünk kell, ugyanis az állattartók, a baromfitartók kötelezettsége a zárt tartás. Ez azt jelenti, hogy a vadmadaraktól védeni kell az állataikat, ugyanis ennek a terjedése az elmúlt esetekben főleg vadmadárral volt tapasztalható. Emellett terjedhet még úgymond nem megfelelő járványügyi zártsággal is, amikor akár az emberek is terjeszthetik, de hál' Istennek az állattartók megpróbálnak erre odafigyelni. De amennyiben olyan általános tüneteket tapasztalnak, amely a madárinfluenzára jellemző, bágyadtság, nem eszik az állat, nagy arányú pusztulás, elpusztulás tapasztalható, akkor egyből jelezni kell az állatorvosnak, ugyanis ez a betegség az afrikai sertéspestishez hasonlóan csak laborvizsgálattal állapítható meg, vagy igazolható, és ilyenkor a lehető leggyorsabban le kell venni a mintát, és meg kell vizsgálni a mintát, hogy a járvány ne terjedhessen tovább. És akkor maradt még a kérgemarhakor, bár az nem mostanában volt, de azt hiszem, hogy ez is egy veszély. Hát igen, a kérődzők megbetegedése, ez az agyvelő bántalom jelenleg nincs Magyarországon, hál' Istennek, de azért, hogy ne is legyen, ezért fontos az, hogy megfelelő takarmányokkal, megfelelő fehérjeforrásokkal etessék a kérődző állományt, tehát a takarmánynak is ellenőrzöttnek kell lennie, illetve folyamatosan laborvizsgálatokkal vizsgáljuk az idegrendszeri tünetekben elhullott
kérődzőket, de a nem idegrendszeri tünetekben elhullott, de megfelelő kor fölötti kérődzőket is folyamatosan vizsgáljuk, és hál' Istennek Magyarországon nem állapítottuk meg ezt a betegséget. Azt tudjuk, hogy Fejér megye, illetve Magyarország állategészségügyi helyzete kiváló, ezt mondhatjuk. A beszélgetéseinkből általában kiderül, hogy rendkívül felkészült szakemberek segítik az országos főállatorvos és a megyei főállatorvos, tehát az ön munkáját is, illetve a főosztályán is olyan szakmai segítséget kap, ami azt hiszem, hogy teljes körülvé teszi a biztonságot. Hogy változik meg a munkájuk ezzel a döntéssel, hogy most az agrárminiszter személyesen fogja felügyelni, ellenőrizni nyilván az országos főállatorvoson keresztül ezt a munkát? Hát én azt gondolom, hogy az operatív szakmai munkát az továbbra is az országos főállatorvos fogja irányítani. Én azt gondolom, inkább magánemberként, hogy egy közvetlenebb kapcsolatba kerül az agrárminiszter az élelmiszerlánccal, így az operatív beavatkozása is gyorsabb lehet, hogyha egy gyors döntést kell meghozni. Én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Nos, hát ehhez kívánok jó munkát, kevés munkát, legalábbis a állatbetegségek tekintetében, mert célellenőrzésekre bizonyos vagyok, hogy szükség lesz, illetve mindarra, ami a szántóföld az asztalig a növénytermesztést, illetve az állattenyésztés jellemzi. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót. Ünnepélyes keretek között értékelték az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programot. A táci találkozón Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke mondott köszönetet a Fejér megyei gazdáknak, akik minden eddignél több búzával segítették a megye szociális és egészségügyi intézményeit és a Kárpát-medencei rászoruló családokat. Erről nézzünk meg egy bejátszást. A 10 éve életre hívott Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek határainkon innen és túl. A program Fejér megyei záróünnepségét tácot tartották, ahol megjelent és köszöntőt mondott Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a szervező Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is. A megye gazdái jelentős mértékben növelték az adományozott mennyiséget is, de az adományozók száma is jelentős mértékben nőtt. És még azt is hozzá kell tegyem, hogy nagyon sok fiatal csatlakozott a programhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy van jövő, a jövő szempontjából is érzik a fiatalok is, hogy segíteni kell. Tehát azon kívül az adományozottok körében egy nagyon szép gondolat volt, hogy azokat az orvosokat is bevonták, akik bizony ebben a pandémiás helyzetben a mi életünkre is vigyáztak, és akik segítettek minden bajba jutott gazdán is. Ezért örülök annak, hogy a kórháznak is tudtunk segíteni, tudtunk adományt átadni. A minőség eddig is megvolt, most azonban a mennyiségben is rekordot döntött az adományozó kedve. Én azt gondolom, hogy ez a teljes Kárpát-medencére vetítve is egy fantasztikus. Igen, 10 évvel ezelőtt 10 tonnával indultunk el. Most, ha a végső számok meglesznek, nyugodtan elmondhatom már a mostani ismereteink alapján is, hogy meghaladtuk az 1000 tonnát a Kárpát-medencében. Az elmúlt esztendőben ez 791 tonna volt. Az adományozók száma meghaladta a 6000-et. És jelentős mértékben csatlakoztak a programunkhoz a diaszpórában élő magyarság képviselői is. Szervezetek jelentkeznek be, hogy szeretnének bekapcsolódni a programba, hogyan tudjuk ezt megoldani. Most küldünk nekik egy-egy kis adag lisztet, hogy ők is meg tudják sütni a magyarok kenyerét, de a jövőre már ők is be tudnak csatlakozni a gyűjtésbe is. A jövőről beszélünk, az imént beszéltem a ifjú gazdakörök Fejér megyei elnök asszonyával, aki azt mondta, hogy a fiatal gazdák számára is kivételesen fontos, hiszen így is tudják bizonyítani, hogy az nagy elődök útjain járnak. Így igaz. Tudni kell azt, hogy a Magosz ifjú gazdatagozata teljes mértékben újjászerveződött, egy fiatal, új
erős, gazda nemzedék kopogtat az ajtón, mi több, bent van az épületen belül, és igenis velük egy nagyon kellemes, nagyon jó, korrekt párbeszéd alakult ki, hisz a Magosz ifjú gazda szervezete. Mondják meg ők, hogy milyen jövőt akarnak maguknak. Tegyenek javaslatot. Határozzák meg azt, hogy milyen módon kell majd a birtokszerkezetet alakítani, hisz ők élethivatásszerűen gazdálkodni akarnak. Nos, azt hiszem, hogy egy egészséges párbeszéd az mindenképp fontos. Fontos a hétköznapokban, fontos az adománygyűjtésben, de fontos a jövő tervezésében is. Hisz a program kapcsán ki kell emelni, hogy itt az anyországon belül is közösen építkezünk, közösen tervezünk a jövőt, európai uniós viszonyok között is, az uniós érdekképviseletekkel egyeztetve konkrétan és korrekt módon dolgozunk azon, hogy milyen legyen a következő 7 éves költségvetés. Nagyon határozott álláspontunk van, és ezt meg is fogalmazzuk, egyeztetve a többi tagállam érdekképviseleti szövetségeivel, de ugyanakkor itt a Kárpát-medencén belül a tudást, a kapcsolatokat, az emberi, a személyes, kereskedelmi kapcsolatokat is átadjuk, segítjük egymást. Tehát az a tudás, ami nálunk felhalmozódik, az a képesség, az a szervezőerő, az megjelenik a határon túli magyarság köreiben is. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az idei szélsőséges időjárás ellenére a Fejér megyei gazdák ismét élen jártak az adakozásban, teljesítették vállalt feladatukat. Bár az osztály rányomta bélyegét az idei buzatermésre, de mégis Fejér megye bizonyított, több mint 200 adományozó volt, nagyon sok helyről érkeztek adományok, és ezek az adományok megfelelő helyre fognak elkerülni. Gondolunk itt a gyermekek részére, a hátrányos helyzetű gyermekek részére, Gántra, a különböző egyesületekhez, a karitatív egyesületekhez. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen nehéz évet is élünk, és a járvánnyal is ezt egybekötve, mindenki bizonyított, hogy ez a magyar közösség, ez igenis a talpán van, és megbirkózik minden feladattal. A Fejér megyei Agrárkamara tagjai büszkék lehetnek, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan derekasan kivették a részüket az adományozásból. Meggyőződésünk, hogy az összetartozásunkat nem csak a felajánlott búza és a liszt mennyisége jelképezi, hanem az adományozók száma is. Az idei évben 209 adományozó vett részt a programban Fejér megyében, és ők több mint 24 ezer kilogramm búzát ajánlottak föl, ami megközelítőleg 1,5 millió forintos értéket képvisel, és ebből 17 ezer kilónyi liszt készült, amit a gyermekeket, rászoruló gyermekeket gondozó szervezeteknek tudunk adományozni. A kárpát-medencei rászorulóknak is tudunk ebből a mennyiségből juttatni, továbbá itt Fejér megyében is vannak olyan szervezetek, Egyeken, Gánton és Székesfehérvár környékén is, akiknek tudunk juttatni belőle. Miként tudja a kamara ösztönözni a gazdákat, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz? A gazdák önmaguktól csatlakoznak. Ez a gazdák körében egy népszerű kezdeményezés, és egyre több gazda szeretne ennek a részévé válni, hiszen ez egy nagyon nemes kezdeményezés, és a gazdák jó szívvel adakozó emberek, én azt tapasztalom. Az adományokból ebben az esztendőben a Fejér megyei Szent György Kórház is részesült. Az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak és ápolóknak nagyon sokat köszönhet a társadalom a koronavírus járvány idején végzett áldozatos munkájukért. Egy újabb megható kezdeményezés, én a Fejér megyei Szent György Kórház főigazgatójaként vagyok itt, és lisztadományt kap a kórház. Valami egészen fantasztikus érzés számomra. Nem régóta vagyok főigazgató, de annyi megható támogatás ért a kórházunkat, és ennek még, ahogy előbb elhangzott, még ilyen jellegű háttere is van, és csak a köszönet szavai, ami jönnek belőlem. Egyébként gazdaságigazgatóval megbeszéltük, és a konyhával, hogy a COVID ellátásban résztvevő dolgozók a kórházunkban olyan népszerű kakaós csiga fog készülni az első adagból, és meglátjuk a többit. Az ifjú gazdák is kitettek magukért. Kauzerné Szabó Virág, az ifjú gazdakörök elnöke egy bensőséges hangulatú verssel köszönte meg gazdatársainak a segítséget.
Az ifjú gazdák Fejér megyei gazdaköre is aktívan részt vett a búzák gyűjtésében. Én is arra buzdítottam a tagjainkat, hogy minél nagyobb mennyiségben adományozzunk és vegyünk részt ebben a programban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok is elkötelezzék magukat a Magyarok Kenyere program iránt, és segítsünk a rászorulókon. A mai napon is ezért vagyunk itt, és a jövőben is mindenképpen szeretnénk támogatni ezt a programot. A Magyar Örökségdíjas program ez évben is beváltotta célját, a búzatermésből bőségesen jutott a rászorulóknak, a gazdák teljesítették vállalt feladatukat, elvetették, majd learadták a gabonát, lisztet őrültek, hogy az abból sütött kenyérrel segítsék a rászoruló kárpát-medencei családokat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!